Hát sziasztok, köszöntök mindenkit, az én nevem Szabó Kristóf, én vagyok az online marketingesnek az alapítója. Az a célunk, hogy bebizonyítsuk, hogy a sikerhez nem feltétlenül csak a diplomán keresztül vezet az út. Ebben a videóban hoztam nektek három olyan szokást, ami egyáltalán nem visz előre téged az életben. Ha szeretnéd megtudni, hogy mi az a három szokás, amit azonnal el kell hagynod ahhoz, hogy ténylegesen sikeres lehessél, akkor tarts velem! Lehet, hogy triviális példák lesznek, azonban azt látom így a mai társadalmon és a fiatalokon, hogy ez a három a legkárosabb szokás, ami mind káros az egészségedre, mind a pénzedet viszi el. Tehát ez nem egy jó befektetés, hogyha úgy nézzük. Ha valaki olvasta Robert Kiyosakinek a könyvét, a gazdag papa, szegény papát, akkor egyből tudhatja, hogy ezek nem jó befektetések. Nézzük is az elsőt, a cigi lenne. Cigaretta. Nagyon sok fiatal cigarettázik azért, mert menő, meg mert a más is csinálja, meg ilyenek, de közben amúgy nem is élvezetes. Tehát én is volt, hogy kipróbáltam, meg bulikba cigiztem mondjuk, de nekem egyáltalán nem volt élvezetes. Viszont nagyon könnyen rá lehet szokni. És én is úgy voltam, hogy úgyse szokok rá, meg dehogy is. Aztán nem amiatt szoktam mondjuk rá, mondjuk én nem is szoktam rá, de nem amiatt szoktam volna rá, mert nagyon jó volt szívni, csak mert mindenki szívta a társaságunkban. És akkor már elszívok egyet én is, meg persze, kimegyek fel cigizni, meg ilyenek. És ez az, ami nagyon veszélyes, ami miatt rá lehet szokni. Szerencsére én nem szoktam rá soha, meg nem is vettem 1000-1500 forint egy doboz cigit. Tehát számoljunk csak egy kicsit, hogyha te mondjuk minden héten elszívsz egy dobozzal, az nem annyira sok, mert az, ha jól számolom, napi 2-3 szál. Az azt jelenti, hogy számunk egy 1000-essel már sokkal egyszerűbb lesz. Az egy hónapban 4000 forint, tök feleslegesen, egy évben pedig 52000 forint. 52000 forintból azért már elég sok mindent lehet csinálni. Egyrészt, ha azt befektetnéd a tudásodba, gondolj bele, mennyivel előrébb járnál, meg ki tudja, most egy kicsit gyűjtögetsz még mellé, el tudsz menni nyaralni is akár. Úgyhogy a cigi a legkárosabb, amit itt tudok mondani, és ami nagyon-nagyon addiktív. A második, az alkohol. Ott is vannak, akik túlzásba esnek. Tegyük tisztába, én is nagyon-nagyon szeretek inni, sőt, nagyon szeretem a viszkit, a rumot, de meg kell találnom egy olyan konkrét határt az ivászat és az alkoholizmus között, ami nagyon nehezen lehet megtalálni sok embernek. Itt tudok még egy olyan példát hozni nektek, ami nekem nagyon sokat segített és nagyon sokat tudtam spórolni vele, az az, hogy amikor elmentek bulizni, akkor ne a helyen igyatok, mert a helyen brutálisan drága minden. Tehát tényleg volt egyszer, még olaszban, hogy elmentem és a helyen ittam, és hát körülbelül persze Olaszország volt, de egy 20-ast ott hagytam, és nem voltam egyáltalán még becsicsentve se. Úgyhogy, ha itt tudok mondani egy olyat nektek, hogy otthon igyatok, tehát vegyétek meg a piát előtte, és esetleg otthon igyatok. De ezt is próbáljátok meg leminimalizálni, tehát hogy mit tudom én, hetente, két hetente, hogyha egyszer elmész bulizni a haveréddel, az simán belefér, tehát ne mondjál az ilyen szórakozásokról. Csak az ne legyen, hogy egy heti háromszor vagy négyszer elmész folyamatosan bulizni, és mindig csatra vágod magadat, mert egyrészt nem jó a szervezetednek, másrészt egyáltalán nem éri meg pénzügyileg. Tehát ez egy nagyon-nagyon rossz befektetés. Úgyhogy, ha veszel egy piát, nem tudom én, a Tesco-ba vagy akármilyen nagyobb szupermarketbe, egy 0,7-es körülbelül olyan 4-5 ezer forintba kerül. Ha most elkezdenéd te venni, akár kocsmába, akár bárba, akár klubba, hát az körülbelül, nem is tudom mennyire jön neki, tehát egy 5 centes, kb. Egy 1000-es, tehát meg tudnál belőle venni 4-5 centeset. Tehát nagyon-nagyon nem éri meg, mert evidens, hogy nekik nagyon nagy hasznuk van rajta, hogy mindenki ott iszik. Tehát ez csak egy ilyen kicsi trükk, de itt is a legjobb, hogyha leminimalizálod ezeket. Nem kérlek arra, hogy hagyd el, mert nem, de attól függetlenül próbáld meg leminimalizálni. És a harmadik, azok a különféle kábítószerek, drogok, ilyenek. Tudom, hogy nagyon kellemetlen erről beszélni, meg lehet, hogy kínos nektek is, de én úgy vagyok, hogy kimondom azt, amit mások gondolnak, és nem mernek esetleg kimondani. Hogy igenis a fiataloknak egy része rá van függve bizonyos kábítószerekre. Most akár lehet ez a fű, akár milyen másik dolgok. És előbb-utóbb rá kell jönnöd, hogy ez bizony nem visz előre az életbe. Persze most hozhatnánk ilyen statisztikákat, meg olyanokat, hogy ezért jobb, mint az alkohol, ezért jobb, mint a cigi, ilyenek, de egyik se visz előre az életbe, se az alkohol, se a cigi, se ezek a kábítószerek. És ezek a legdrágábbak mind közül. Hogyha valaki ráfügg ezekre, nagyon gyorsan, nagyon sok pénzt tud veszíteni, plusz még az egészségét is rombolja vele. Úgyhogy kérlek titeket, hogyha bármelyikre ezek közül, a három közül rá vagy függve, akkor próbálj meg lecsökkenteni eleinte, vagy, tehát kétféle módon lehet leszokni. Ahogy elmondom én, hogy szoktam le a számítógépes játékokról. Úgy, hogy azonnal megszakítottam az egészet. És igen, depressziós voltam mondjuk 2-3 napig, de jobb lett. Ez az egyik mód. A másik mód az, hogy szépen lassan elkezded visszavenni ezeket. Például eddig heti 4-szer bulisztál, heti 3, heti 2, heti 1,
két hetente egy, és így tovább, és így tovább. Ha cigibe, nem tudom, elszívtál eddig 5 cigit naponta, vagy 5 szálat, akkor most már csak szívjál 3-at mondjuk, egy hétig. Utána következő héten már csak 2-t, utána már csak egyet, szépen lassan. Az a baj, hogy nem tudok releváns tanácsot adni abban, hogy hogyan lehet a nikotinfüggőségről leszokni, hiszen én sose voltam függő. De ezek azok a tanácsok, amik általában minden egyes rossz szokásnál beváltak. Remélem értéket tudtam adni neked ezzel a videóval, és felismerted most már azt, hogy mennyi pénzt buksz el ezen havonta vagy évente, és mennyire rombolod az egészségedet is mellette. Úgyhogy ne csinálj ilyen rossz befektetéseket. Ha értéket adott a videó, akkor kérlek kövess be minket, és nyomj egy lájkot rá, találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!